Újabb ceglédi festőművész mutatta be alkotásait az Artem galériában. Bogdán Márta már régóta készen állt egy önálló kiállításra, mondta köszöntő beszédében Rónai Gábor művész tanár. A vizuális tanszékről nem csak jó élményeket hozott magával. Lehet, hogy ez az egyik magyarázata a némileg késett bemutatkozásnak. Itt van két fia, akiket felnevelt, miközben műbútorasztalos mester férje számára faragványokat készített. Ez a tudás itt is megmutatkozik. A nő életének periódusai című szoborsorozat látható itt. Egységesek és mégis egyediek ezek a fa plasztikák. Néhányat kubizáló formateremtés, másokat az expresszív kifejezés, és egyet-egyet a finom nőiesség szolgálatába állított. Néhányat a kubizáló formateremtés, másokat az expresszív kifejezés és egyet-egyet a finom nőiesség jellemez. A famunkákat akár kopjafának is nézhetnénk, de nem szomorúságuk miatt, hanem a biztos népművészeti tudással ábrázoló attitűd miatt, fogalmazott a művész tanár. Amilyen biztosan mozog a fafaragás területén, olyan sokáig kereste alkotói módszerét és képi világát a sík felületen. Erről tanúskodnak a portré tanulmányai és ritmus kísérletei, melyek közül talán a zenei ihletésű képeit, illetve a valós időben készült muzikális illusztrációit emelném ki. De alkotásai között láthatók nyári városi hangulatfestmények és tájképek is, melyek többszöri át- és ráfestéssel új jelentésekkel gazdagodtak. Hasonlóan van ez a fa variációk esetében is. Ellenben a csúcsíves szériában inkább a fegyelmezett megszerkesztettség zabolázza az érzelmeket, és fel is mutatja a látvány csak a művész számára megmutatkozó belső szépségeit. A kiállításon Kiszei Margó és Bori Jenő zenélt. A tárlat február 19-ig megtekinthető az Artem Galériában.